Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Solt Vadkerti Televízió, benne a Vadkerti Krónikával. A következő több mint fél órában tájékozódhatnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten városunkban, illetve térségünkben. Mai műsorunk témái a következők. Megemlékezés a nemzeti ünnepen. A bécsi erdő mesélt idén. Szomszédolás a 40 éves Tázlári Citer a zenekar tiszteletére. Vereséggel kezdtek a labdarúgók. Március 14-én szerdán a nemzeti ünnep alkalmából 15 óra 30 perckor a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola diákjai adtak ünnepi műsort a Művelődési Házban. Ezt követően Font Sándor országgyűlési képviselő ünnepi megemlékezésére került sor a 48-as emlékműnél. Ezt a beszédet nézhetik meg a következő percekben. 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján rendezett városi ünnepség valamennyi kedves vendégét, a hozzánk most csatlakozó újakat. Egy nagyon felemelő és szép ünnepségen vagyunk túl a Művelődési Ház színház terméből érkezvén. Azt gondolom, hogy szívünket átmelegítette az az előadás, amit az általános iskola diákjainak köszönhetünk, és ezúton is tiszteletemet fejezem ki nekik, illetve a felkészítő pedagógusoknak. A rendezvény itt folytatódik a Hősök terén, és nagy tisztelettel felkérem országgyűlési képviselőnket, Font Sándort, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Polgármester úr, tisztelt ünneplők, szeretettel köszöntöm Önöket, és engedjék meg, hogy én is gratuláljak a diákoknak és az őket felkészítő tanároknak az évről évre igen magas színvonalú műsorért, rendezésért. Ilyenkor mindig sajnálom azokat, akik ezt élőben nem láthatták. Március 15-e a magyarság legnagyobb ünnepe, és korombeliek, akik még emlékeznek rá, ez egy olyan nagy ünnep, hogy még a szocializmus alatt sem bírták tőlünk elvenni, csak próbálták vegyíteni. Akkor a három tavasz ünnepét nevezték, hogy egyike a március 15, de ott volt kettő kommunisták által generált ünnep még hozzá. A 19-es március 21-i tanácsköztársaság kommunista diktatúra, és hát az örökké vitatott Magyarország felszabadulására emlékező április 4-e. Aztán jött 1990, és úgy, ahogy kellett, az a kettő, ami sose volt igazából szívből a magyarok ünnepe, az elhullott és maradt egy, amit az előtt is és azóta is a legnagyobb tömeggel és legnyitottabb szívvel ünnepelnek a magyarok, március 15-e. És akinek volt olyan szerencséje, mint talán nekem vagy az én generációmnak, hogy ezt az ünnepet és egyáltalán a 48-as szabadságharcot olyan történelem tanártól tanulhatta meg, mint Kutasi Frigyesné Ancika néni, az úgy érezhette, amikor a győztes csaták és események történéseit őtőle hallhattuk, mintha jelen lennénk és együtt dicsőülnénk meg azokkal a harcosokkal, akik a nem várt győzelmet aratták. Igen, nem várt, mert mint ahogy hallható volt a számokból, itt az előadás alatt is, folyamatos túlerő volt a magyar szabadságharcosokkal szembe, és így volt ez az első a Pákozdi csatánál is, ahol jóval nagyobb volt az összevont horvát és osztrák sereg, és mégis Móga altábor nagy Pákoznál rendkívül taktikusan a dombok lankáit elfoglalva, stratégiai pontokat megszerezve, végül legyőzi Jelasicsot, és Bécsig üldözi. Ugye Petőfi zseniálisan úgy mondja, fut Bécs felé Jelasics a gyáva seregének seregünk nyomába. Mindent elmondott ezzel a két sorral, hogy egy idegen, egy betolakodó, egy gyáva az egy nagy vereség elé néz, mi üldözzük őket, tehát ők a vesztesek. De ugyanilyen rendkívül felemelő volt, amikor a dicsőséges tavaszi hadjárat győztes ütközeteit hallhattuk, közismert, hogy szintén nem várt a Görgei által seregek, nem várt győzelmi sorozata hatotta át egész Európát, azóta hadtörténészek is tanítják ezt az ütközet sorozatot.
60, Gyöngyös, Isaszeg, Vác, majd befordulnak Budára, felszabadítják, majd észak felé Nagysalló, Komárom, és újra Bécsig üldözik a betolakodókat. Azonban az a helyzet, hogy mi pontosan tudjuk, hogy ezek a dicsőséges napok után a végeredmény mégiscsak az, hogy elveszünk. És úgy, ahogy utalás hallható volt az előadáson is, egy szövetség, az osztrákok császári és az orosz cári szövetség volt az, aki így együttesen több mint háromszoros túlerővel rendelkezett, és nem volt kérdéses, ez matematika, hogy a vereség kódolva volt. Persze ezt akkor a harcolók még nem tudhatták, talán csak azok a hadvezérek, akik tisztában voltak, hogy mit jelent egy háromszoros túlerő. A helyzet mégiscsak az, hogy Magyarország őseink által itt úgy foglalja el a Kárpát-medencét, hogy négy nagyon nagy birodalmi érdek központjába kerül. Délkeletről a török birodalmi érdek súrolja mindig a magyar határokat, délnyugatról a római birodalom, északnyugaton a német-osztrák birodalom, és keleten az orosz cári birodalom. És azt is tudjuk, hogy ezek ezer éven keresztül egymással is súlyos csatákat hívnak, pozícióharcokat Európa felosztásáért, elfoglalásáért, de amikor azt veszik észre, hogy valaki az érdekeikkel ellentétben törekszik a saját nemzeti érdekük megvalósítására, így, ahogy például az Magyarországon történt, abban a pillanatban félreteszik az ellentétet, összefognak, és gyorsan legyőzik azt, aki netán az ő birodalmi érdekeikkel ellentétesen cselekszik. A sors fintora, hogy ez többször megismétlődik, ez a birodalmi ütközőzóna területe itt Magyarországon, gondoljunk csak, az akkor még nem látható, de első és második világháborúra. És mint mondtam, a végeredményt sajnos tudjuk, a csatát elbuktuk, az aradi 13-ak azok Batthyánnyal, akik örök emléket hagynak bennünk, és őrájuk emlékezünk, mint ennek a dicsőséges forradalomnak az utolsó mementói. És mégis van egy érdekes fordulat, amikor már a csaták vége felé járunk, 49 kora nyara, nyár, és ekkor az utolsó védvonalon az újólag összeállt magyar megmaradt seregek Erdély legtávolabbi pontján még küzdenek. Ők úgy látják, hogy nincs még itt minden elveszve, és a magyarországi akkori határ legkeletibb pontján, Nyerges tetőn egy iszonyú súlyos csata folyik. Néhány száz magyar honvéd felszorul egy stratégiai fontos helyre. Osztrákok és oroszok körbeveszik ezt a magaslatot, de olyan sikeres pozíciót foglalnak el ott néhány százan, hogy iszonyú veszteséget okoznak az osztrák és a cári erőknek. Nem is tudják bevenni ezt a Nyerges tetői magaslatot, és hát már csak ilyen a történelem, a leírás úgy mondja, hogy egy oláh elárulja az oroszoknak, hogy hátulról van egy keskeny ösvény, amin fel lehet menni erre a Nyerges tetőre. Így is történik, körbefogják a néhány száz magyar harcoló honvédet, és a legnagyobb meglepetésre ők nem adják meg magukat, mindegyikük meghal. Kányádi Sándor az, aki felhívja erre a félelmetes tetre először a magyarok és a világ figyelmét. És akinek volt szerencséje egy 10-15, de lehet, hogy 20 évvel ezelőtt is, itt a iskola könyvtárában hallgatni egy versmondó versenyt, amelyre erdélyi testvértelepüléseink diákja is eljöttek, az emlékezhet rá, hogy az egyik erdélyi diák ezt a Kányádi verset szavalta el a Nyerges tetőt. Hát annak sírás lett a vége. Nem az előadó, mi, akik ott ültünk és hallgattuk. Engedjék meg, hogy ennek az utolsó két verszakát hadd idézzem itt meg. De a védők nem rettentek, alig voltak, ha 200-an álltak, mint a fenyők, a harc rettentő vadviharában.
végül csellel, árulással délre körlevették őket, meg nem adta magát Székely, mint a szálfák ketté törtek. Elámult az ellenség is ekkora bátorság látán, zászlót hajtva temette el a hősöket a hegy hátán. Úgy haltak meg a székelyek, mind egy szálig, olyan bátran, mint az a görög 300 Termopülé szorosában. Nem tud róluk a nagyvilág, hőstettükről nem beszélnek, hírük nem őrzi legenda, dicsőítő harcének, csak a sírjukon nőtt fenyők fönn a tetőn, a nyerekben, s azért zölddel az az erdő egész csíkban a legszebben. És mintegy 100 év után, amikor Orbán Balázs az iszonyatos nagy művében, a Székelyföld leírásában elérkezik Kászonszékhez, az idézett nyerges tetői részhez, és ott természetesen ő is megemlékezik Gál Sándor és csapatának hősies védelméről, és végül is a bukott forradalomról, azt mondja, és midőn a hazafia dicső napok emlékei által szentesített hantokat tapodja, midőn e hősies harcok emlékeivel találkozik, ne szomorodjék el, ne, mert a harcok nincsenek eredmény nélkül. Azok erkölcsi nagyságuk egész fényében állnak a világ előtt, és a szent szabadság érdekében kiontott vér bizonnyal gyümölcsözni fog, és eredményes lesz, ha nem is a küzdőkre, de bizonnyal azok utódaira nézve. És nyugodtan mondhatjuk, hogy ezen emlékek alapján március 15-e arra tanított meg bennünket, hogy függetlenség és szabadság nélkül nincs Magyarországnak jövője. Ahogy 1848-ban úgy ma is meg kell küzdenünk Magyarországért, a magyar szabadságért és függetlenségért. Úgy tűnik, hogy nem csak a szabadságunkat, a függetlenségünket akarják most is elvenni tőlük, hanem már a nemzeti identitásunkat, a kultúránkat, gyermekeink jövőjét is azzal, hogy bevándorló országot akarnak csinálni Magyarországból. Mindaz, amiért a történelem során mi magyarok és az elődeink 1848-ban küzdöttek, az elveszhet. Mindaz, amiért az elmúlt években megdolgoztunk, az elveszhet. Mindaz a jövő és biztonság, amit a gyermekeinknek kívánunk, az elveszhet. Ha mi nem küzdünk meg Magyarországért, akkor senki sem fog helyettünk megküzdeni, ez bizonyos. És éppen ezért legyünk észen. Nem hagyhatjuk, hogy azok kerüljenek hatalomra, akik önként odadobnák Magyarországot és a nemzeti szuverenitást, és akiknek az lenne az első, hogy engedelmeskedjenek, teljesítsék a külföldi elvárásokat. Nem hagyhatjuk, hogy mások döntsenek helyettünk az ország sorsáról és arról, hogy kivel éljünk együtt. Nekünk Magyarország az első, és most szükség van minden egyes magyar emberre, akinek szintén reméljük, hogy Magyarország az első. Mert hogy mit is mondott Orbán Balázs? Hadd idézzem még egyszer. A szent szabadság érdekében kiontott vér bizonnyal gyümölcsözni fog, és eredményes lesz, ha nem is a küzdőkre, de bizonnyal azok utódaira nézve. És ezek az utódok mi vagyunk, és a mi felelősségünk, hogy a mi utódainkra nézve is eredményes legyen a mai kor emberének küzdelme Magyarország érdekében. Köszönöm szépen a figyelmüket! Mesélt a Bécsi Erdő a Kaskantyúi Komédiás Kompánia idei előadásában, amelyet március 2-án, 3-án és 4-én adtak elő a helyi művelődési házszínház termében. Subka Éva, az est háziasszonya köszöntötte a pénteki közönséget. Nagyon köszönöm, hogy megtisztelik jelenlétükkel. A közönségnek köszönöm szépen Kaskantyúi Község önkormányzati képviselőinek, az intézményvezetőknek. Nagy tisztelettel köszöntöm a nézőtéren a körünkben helyet foglaló polgármesterünket, Újházi Zsolt polgármester urat. Köszöntöm Fábián Sándort, Tabdi polgármesterét, a környező települések vezetőit, illetve vendégeit. És nem utolsó sorban köszöntöm
azt a szemét, aki azért meghatározó az életünkben, mert éppen az idén, 2018-ban 3 évtizede, hogy képviseli a térségünket. Mindenki kezelje helyén, és gondolja végig, hogy mi mindent kaptunk ebben a 3 évtizedben. Font Sándor képviselő úrtól azt biztosan tudhatom és mondhatom, hogy azt, hogy velünk van 30 éve ezen a színpadon, hosszabb, rövidebb ideig, és hogy megjelenik akkor is, amikor nincs a színpadon, mert hát lássuk be, hogy nem tudjuk őt kihagyni, mint politikust azért a darabjainkból, de azt gondolom, hogy ő politikusként is, képviselőként, magánemberként ezt pontosan tudja a helyén kezelni. Nagyon köszönjük, képviselő úr, hogy megtisztelsz minket a figyelmeddel, és miután felkértük őt a ma este egyik védnökének, megnyitójának, tisztelettel felkérem Font Sándor képviselő urat, hogy nyissa meg a ma esti rendezvényünket. Jó estét kívánok! Éva többet tud, mint én. Csak 20 éve vagyok országgyűlési képviselő. De hogyha megelőlegezték ezt a 30-at, legyen az a helyzet, hogy most éppen olyan időket élünk, hogy ez a próbatétel hamarosan meg is jelenik, és én ezt nem akartam szóba hozni, de ezen a számtani műveleten gyakorlatilag szóba került, és bízom benne, hogy ő a lelkében már ezt így látja, mi azért még néhány napot dolgozunk ezen a következő időpontig. Nagy szeretettel köszöntöm én is önöket, természetesen mindazokat, akik itt most nagy várakozással helyet foglaltak a ma esti, majd üdvözöljük a holnap és a holnap után estieket is, hiszen tudjuk, hogy egy olyan rendezvényről van szó, amely nem bírja ki az egy estét, annyi a igénylő a nézők számát tekintve, és hála Istennek, hogy itt egy olyan csapat izgul mögöttem, a függöny mögött, akik viszont egy olyan rendezvényen vesznek részt, amiért nem kell izgulniuk, hiszen a holnap estét is megnyerték, meg a holnap után estét is megnyerték, ha tetszik nekik, ha nem. Tehát mi már is tovább juttattuk őket. Tét nélküli a meccs, ezért nincs miért izgulniuk, de mi azért tudjuk úgy, hogy ezt Éva itt fölkonferálta, hogy természetesen izgulnak, ez így van rendjén. Én is izgulok. Izgulok egy kicsit azon, hogy vajon most milyen politikusoknak odaszúrt poénon fogunk majd itt közösen nevetni, de hát 20 év, jól ismerjük egymást, azt a humort és annak a határát, amivel ők rendkívül finoman szoktak bánni. 20 év az már mondhatnánk, hogy házasságnak is egy tisztességes időszak, ilyenkor merül esetleg föl, hogy nehezebb hétköznapokban talán már kiki tekintgetünk, hogy hú, terhes lehet, hogy együtt ki sem bírjuk, de én azt gondolom, hogy a mi 20 éves időszakunkban, ami nem csak itt a színi társulattal volt meg, hanem Kaskantyú településével, polgármestereivel, így kell mondanom, hiszen az én 20 évem alatt több polgármesterrel dolgoztam együtt, hála Istennek mindegyikükkel nagyon jó volt a kapcsolatom. És úgy gondolom, hogy ez az az időszak, amikor ha 20 év távlatában visszanézünk, azért úgy érezzük, voltak nehéz pillanatok, de mégis az volt a jó, hogy nem tekintettük túl messzire egymástól, együtt maradtunk. És ha a házasságot hoztam már ide példaként, akkor úgy szokott ez lenni, hogy akik nehéz időszakot esetleg túl vészelnek, és a bajban is kitartanak egymás mellett, azok később, amikor visszatekintenek a nehéz időszakokra, azért azt szokták mondani, hogy megérte, hogy úgy döntöttünk, hogy kitartunk egymás mellett, és a nehéz pillanatokat is átvészeltük. Hát még, hogyha utána örömteli pillanatok jönnek, és talán a mi 20 éves kapcsolatunkban itt a színi társulattal és a településsel nyugodtan mondhatjuk, hogy a kompániának az előadásai azok mindig az örömteli pillanatokhoz szoktak visszaemlékeztetni bennünket. Őszintén mondom, több alkalommal volt úgy, hogy egy-két hónap után is magamban fölröhögtem, fölkuncogtam egy-egy poénon, amit itt hallottam először, és rendkívül találó volt. Én azt gondolom persze, hogy önök között is lehetett olyan, akire azt mondták, hogy ez rendkívül okos, leleményes, szellemes, megtalálta azt a célt, amivel a gondolatunkat
megturbozza, és úgy érzi, hogy igen, az életünkről, a hétköznapokról, a politikáról, és mindenről egy kicsi fricskát oda teszünk, de természetesen azzal a tudással, azzal a, ahogy Éva jellemezte magukat, hogy amatőr, de lelkes színi tudással ezt elő tudják adni, és ők ehhez nagyon értenek, akik már ismerik őket, ezt nyugodtan nyugtázhatják. Én azt kívánom a társulatnak és Kaskantyúnak, hogy ez a színi, színes sziget, most egy komoly alliterációt varázsoltam itt, Arany János is lehet, hogy megirigyelni. Szóval ez a színi, színes sziget, ez jó sokáig maradjon még itt meg Kaskantyú és környezetében, hiszen a sziget szóval arra akartam utalni, hogy egyelőre nem látunk, aki hasonló produktumra képes lenne, hasonló anyagi nélkülözés és mikrokörnyezet mellett egy 1000 lakos településről van szó, ezt sokan tudjuk, és az a lelkesedés, az a tenni akarás és az örömteli hétköznapok kifejezésének a vágya hajtja őket, amivel hála Istennek estéről estére megszoktak, és évről évre megszoktak bennünket lepni. Kívánom tehát, hogy ez a színes sziget, ez még több éven keresztül működjön. Hát ha Éva akarja, én 30 év után is itt leszek, majd meglátjuk, hogy akkor is kapok-e még meghívót. Jó szórakozást kívánok Önöknek, köszönöm figyelmüket! Nagyon szépen köszönjük képviselő úrnak. Én nem tudom, egyébként tényleg nagyon rossz voltam matematikában, hogy ennyire. De a jó szándék nemes, tehát megelőlegeztük a 10 évet, és úgy látszik, hogy csak rajtam múlik az idő ezek szerint. Tehát az, hogy én már 30 éve itt vagyok, azt gondoltam, hogy az azt jelenti, hogy párhuzamosan. No, de félre a tréfával. Március 17-én a Tázlári Citere zenekar megalakulásának 40. évfordulóján szervezték meg az idei szomszédolást a helyi művelődési házban. A köszöntők után keceli, balotaszállási, bócsai, soltvadkerti, kiskörösi, ágasegyházi, citere zenekarok és népdalkörök mutatkoztak be a színpadon óriási sikerrel. Köszöntöm községünk elöljáróit, képviselőit, polgármester urat, jegyző urat, és nagyon-nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a Bács-Kiskun megyei Művelődési Intézet vezetőjeként nagyon sok évig népművelőként is dolgozó Imre Károly urat, aki úgy hiszem, hogy végig kísérte a Tázlári Citera zenekar életét. Ezennel kérem föl Imre Károly urat, hogy ossza meg velünk gondolatait, emlékeit ezen a mai ünnepen. Szép jó napot kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntöm az itt megjelent csoportokat, polgármester urat, jegyző urat és mindenkit, aki eljött ünnepelni a Tázlári Citera zenekart és a népzenét. Hölgyeim és uraim, én nem tudok nem személyes lenni. Eszembe jutott 1979, amikor először találkoztam úgy igazán tázláriakkal, Soltvadkerten volt egy ilyen pingpong fakupa, és azon kereteken belül. Szomorúan hallom, hogy Horváth János, aki talán az első volt, aki Tázláról úgy közelebbről megismertem, és jó kapcsolatba kerültünk, nincs és nem lehet közöttünk, mert beteg. Engedjék meg, hogy mindenek előtt neki kívánjak jobbulást innen a Kiskunhalasi Kórházba. Reméljük, hogy minél hamarabb újra köztünk lesz, és minél hamarabb újra itt ezen a színpadon állhat. Minap kezembe akadt egy két könyvecske, az egyik tudatosan akadt kezembe, azt a Tázlári Művelődési Ház 50 éves történetéről szólt, és ott az föllapozgatva láttam, hogy milyen sokszínű, érdekes, és változatos kulturális élet folyt ezek között, a falak között, amiről én is jó magam sokszor meggyőződhettem különböző alkalmakon. A másik könyvecske, az tulajdonképpen elég távoli indítása lesz ennek a mai estének. Egy autista fiatal lánynak, egy 23 éves autista lánynak
a vallomása volt, aki főiskolára járt már, és ott derült ki róla, hogy autista. És egy ilyen segélykiáltás ragadta meg leginkább a figyelmemet, ami arról szólt, hogy szó szerint megpróbálom idézni, a magány ordít hozzátok, miért nem csendesítitek le? És erre válaszol Illés Gyulának az a gondolata, amely arról szól, hogy ahogy a magyarok szárnyas lények, úgy vagyunk mi társas lények. Ezért, mondja Illés, emberi létünk leglényegesebb feladata, hogy kedv és lélekemelő közösséget alkossunk. Ez a gondolat azért ragadott meg és gondolkodtatott el engem, mert éppen néhány nappal ezelőtt töprengtem el azon, hogy én egy kicsit sajnálom a mai fiatalokat. Emlékszem, hogy gyerekkorunkban milyen elképesztő széles körbe mozoghattunk az utcán mindenfelé. Nem voltunk utcagyerekek, de mégis rengeteget tudtunk játszani, egymással beszélgetni, közösségben lenni, közösen cselekedni, egymásnak örülni, veszekedni, úgy, ahogy az illik egy ilyen fiatal embernek. És ezért igazából ez a telefonos, gomnyomkodós fiatalság hátrányos helyzetben van ilyen szempontból. Az, hogy az ember létének az egyik legfontosabb feladata, vagy talán nem is azt mondja, hogy az egyik, hanem egyértelműen az egyik legfontosabb feladata, hogy kedv és lélekemelő közösséget alkosson, ez nem arról szól, hogy ez valami szórakozás az életben. Tessenek csak belegondolni. A mondat eleje úgy kezdődik, hogy ahogy a madarak szárnyas lények. Ha nincs meg a szárnyunk, nincs meg a közösségünk, nincs meg az a csapat, akikkel együtt lehetünk, akikkel együtt sírunk, nevetünk, és kezdődik ez a közösség a legfontosabb primér közösséggel, a családdal, akkor senkik vagyunk, nem tudunk létezni. Emlékszem, mikor egyszer elvágtam a lábam, és egyedül voltam otthon, úgy éreztem magam, hogy azonnal végem van. Szükségem van a szomszédomra, a barátomra, a zenésztársamra. Hát én a mai napon ezt emelném ki önöknek, akik egy kicsit magánemberként is, közösségi emberként is viszik tovább a lángot. És viszi tovább a lángot a Tázlári Citera Zenekar 40 éve. Nem a művészi produkció fontos. Az a pontos, hogy kedv és lélekemelő közösséget alkossunk. És az lenne a fontos, hogy a gyerekeink is megtanulják el, azok a kislányok, kisfiúk, akik itt vannak. Megtanulják azt, hogy felelős vagy a másikért. Ha nem jössz el a próbára, vagy hogyha nem úgy viselkedsz a próbán, akkor a többieknek okozol kárt, akkor a közösségnek okozol kárt. És ennek következményei vannak. Következmények nélküli társadalomban, faluban, közösségben nem lehet élni. Tanítanak az emberek, a felnőttek tanulásának, mondja Comenius, legideálisabb formája a közösség. Egymástól a közösségben tanulnak. Már nem az iskolapadban, hanem egymástól. Tisztességet, becsületet, vagy éppen tiszteletlenséget, becsületet. És ott lehet valójában megszerezni azt, ami az emberi létezésnek nélkülözhetetlen feltétele, az emberi méltóságot és a sikert. Olvasom, hogy 78-ban volt próbálkozás először, hogy megalakuljon a 40 éves Tázlári Citera, a ma 40 éves Tázlári Citera Zenekar, és 80-ban volt az első föllépés. Érdemes volna végig gondolni, hogy mennyi öröm, izgulás, szorongás és sikerélmény kapcsolódik ehhez a 40 évhez. Azokkal is, és azoknak is, akik nincsenek itt. Gondolom, hogy ma őket is meg fogják említeni, akik már nem lehetnek itt, de alapítótagként, vagy egyébként lelkes és kiemelkedő munkát és tevékenységet nyújtó közösség emberként álltak a Citera Zenekar mellett. És teljesen mindegy, hogy mi ez, sportközösség, kulturális közösség, bármilyen célra szerveződő közösség, az a terep, az a terület,
ahol emberséget, emberi méltóságot, sikert, tiszteletet lehet kivívni a faluban, és a szélesebb és tágabb körben. Ezért mondja I.S. Gyula, hogy ez emberi létezésünk legfontosabb teendője. Még egyszer mondom, hogy kedv és lélek emelő közösséget alkossunk. Gratulálok Tázlárnak, gratulálok a településnek, ahhoz a sokszínű tevékenységhez, ahhoz a sok kis sejthez, amelyik látszólag, és ezt gondolom, nem gondoljuk így végig minden nap, mert elvisznek az egyéni teendőink, a problémáink, a gondjaink, hogy vannak ilyen kis közösségek még, ez nagyon nagy dolog, ahol megméretődnek az emberek, ahol kiteszik az ismereteiket, tudásaikat, képességeiket, ügyességeiket az asztalra. Nem kell ahhoz föltétlenül föltalálónak, hogy valami nagy embernek lenni, a saját településeken kell megvalósítani önmagukat. És külön öröm, hogy Tázlár, amióta én az eszemet tudom, ezeket az embereket megbecsüli. Ma is mintaértékű. Tudnék róla hosszan beszélni a Diósadi út kapcsán, hogy amikor megtiszteltek azzal, hogy elvittek magukkal a testvértelepülésükre, hogy mennyi ilyen pozitív példát láttam, és milyen tényleg lélekemelő volt önökkel együtt lenni. Én nagyon szépen köszönöm az itt lévő együtteseknek, és elsősorban az ünnepeltnek, vagy az ünnepelteknek, hogy ezt a fáklyát viszik tovább. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és itt lehettem sokszor Tázláron, és ha tudtam, segítettem, ha tudtak, ők segítettek nekem. Azt gondolom, hogy a partnerségnek ez az alapja, nem pedig az, hogy vannak okos emberek, meg vannak kevésbé okos emberek. Az egyszerű emberek között is vannak, akik nem végeztek sok iskolát, mégis bölcsek, és nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Engem ez köt Tázlárhoz, ezért gratulálok önöknek, és ezért jó itt önökkel lenni. A megyei első osztályban szereplő Soltvadkerti TL labdarúgó csapata a tavaszi szezon első mérkőzését hazai pályán játszotta. A fiúk a 16. fordulóban a Kiskunfélegyháza gárdáját látták vendégül, akiktől gól nélküli első félidő után 2-0 arányú vereséget szenvedtek. Túl van a csapat egy hosszú felkészülésen a téli szezonban, ugye, és most lejátszottátok az első bajnokit is. Először beszéljünk arról, hogy hogyan sikerült a felkészülés, hiszen így a végén, az utolsó hetekben az időjárás is azért sok csapatot megtréfált. Igen, a felkészülés az elég hosszúra sikerült. Ugye már október végén befejeztük a bajnokságot tavaly, most meg március 11-én játszottuk ugye az első mérkőzés, majdnem fél év telt el, és azért hosszú szünetet sem akartam hagyni a csapatnak, tanulva a nyárból, hogy ott hosszabb pihenőt kaptak, és nem mindenre jutott idő. Úgyhogy elkezdtük egy jó 7-8. héten, volt már bajnoki meccs, voltunk teremben, voltunk spinningelni, voltunk, ugye itt a körülmények adottak voltak, az utolsó héten küzdöttünk a hóval, de a pálya mindig alkalmas volt arra, hogy edzést tudjunk tartani. Az elvégzett munkát, a tervezett munkát mennyire tudtátok elvégezni? Hát amit terveztem, azt nagy vonalakban meg tudtuk csinálni, azt gondolom, itt az utolsó héten változott egy kicsit a dolog a hó miatt, de azon kívül, amit elterveztem, azt meg tudtuk. Azt gondolom, a létszámban lehetünk volna azért vastagabban is, de itt ugye menet közben az átigazási szezonban még voltak menések, jövések, és utolsó két hétben alakult ki igazán véglegesen a keret, úgyhogy ugye együtt ennyit tudtunk egyelőre dolgozni. A játékos keretben milyen változások történtek, hiszen láttunk néhány hiányzó játékost és több új arcot is a csapatban. Igen, a Kővár is ugyanígy elment a csapattól, érkezett vissza a Csupics Isti Makóról, Márki Bence Hírösébtől, Varga Zikó, a saját nevésű játékosunk, ő az akadémián volt most Kecskeméten, ő most visszatért hozzánk, és Berecki Gábor Akasztóról velük erősítettünk. Úgyhogy tulajdonképpen így egy 18-as keret van, most jelen pillanatban van két tartósabb sérültem, és volt most az a mai mérkőzése egy öt sárgás, a Pekker és a Berecki pedig piros lappal érkezett, úgyhogy a keret az így állt most össze.
A mai találkozóra hogyan sikerült felkészíteni a fiúkat? Azt tudni lehetett, hogy ez a félegyházi csapat azért egy erős gárda, hiszen az elért eredményeik és a tabellán mutatott helyezésük azt mutatta, hogy egy stabil csapatról lehet szó. Hát igen, jó csapat, ugye évek óta félegyháza, de azt gondolom, hogy most az elmúlt évekhez, amikor bajnoki címért küzdöttek, meg mentek, ahhoz képest ez egy gyengébb csapat. Én szerintem ebben a bajnokságban most itt a Kecskemét, az kimagaslik. Úgy gondolom, most egy-egy győzelemmel helyeket, több helyet lehet előrelépni. Ez egy szoros bajnokság, 4 pontra volt tőlünk most a félegyháza. Jó lett volna itt itthon hazai pályán, itt első mérkőzésen megverni őket, legalább egy pontot szerezni. Ebből a szoros bajnokságban minden pontnak jelentősége van. Tudtuk, hogy egy jó csapat, felkészültünk rá. Azt gondolom, hogy az első fél időben meg is valósítottuk azt, amit kértem. A második fél időben sajnos elfogytunk. Egy-két játékosom az nagyon elfáradt. Megbomlott a csapategység, megbomlott a szisztéma, és így folyamatosan nőttek fölénk, és végül 2 gólt szerezve elvitték a 3 pontot. Voltak azért olyan lehetőségek, illetve beszélünk arról, hogy egy-két olyan szituáció, amikor akár 0-0-nál gólt is lőhettetek volna, ha a ti lőitek esetleg az első gólt, másképp alakulhatott volna a találkozó? Hát nem lehet tudni biztosan. Persze ez nagyon fontos, hogy kirúgja az első gólt, főleg a mi esetünkben ugye lélektanilag nagyon fontos, hogy megszerezzük a vezetést, akkor esetleg kicsit jobban kinyílik az ellenfél, jobban kitámad, több helyünk van, azt meg tudjuk játszani, akkor lehet növelni az előnyt, tehát ugye most is voltak azért lehetőségeink, sajnos nem annyi, amennyit gondoltam, amennyit vártam. Azok, amik adottak, azok nem voltak most olyan százalékszerek, inkább tényleg csak lehetőségek, sokkal többet kellett volna kivinnünk a szélére a labdát, sokkal többet kellett volna megbontani az ellenfelet a szélén. Ha meg is bontottuk és mögéjük kerültünk a széléről, akkor állandóan visszavesszük, mindig kérem, hogy adjuk be a labdát, veszélyhelyzet akkor van az ellenfelet, a védőket visszafele kényszerítő futásra, ugye beadások széléről sokkal nehezebb levédekezni, de mindig többet húzunk, mindig nem adjuk be a labdát. Amik meg lehettek volna lehetőségünk, akkor beleszól egy rossz átvétel, egy labdarálépés, tehát kicsit olyan pekesebbük is voltunk, de ez azt gondolom, hogy ez mind koncentráció hiánya. Most lehet, hogy valaki nem ér 5-10 percig labdába, vagy nem a megmozdulásai vannak, és akkor kap egy olyan labdát, amivel eldöntheti a mérkőzést, mint például a mai mérkőzésen is itt a 0-0-nál volt egy ilyen szitu. Véleményem szerint az egy óriási labdát adott a Szalai a Radicsnak. Radics nem bírja átvenni a labdát, ajtóablak zicserbe mehetett volna. Ezen múlnak mérkőzések. A bekapott 2 gólról tudsz-e valamit mondani? Kívülről úgy tűnt, hogy talán elkerülhetők voltak, ha bár meg kell említeni, nagyon sokat dolgozott a mai napon a védelem is, a kapus is. Igen, azt lehet mondani, hogy tényleg összeszedett volt a védelem, bár nem játszott így ebbe az összetételben még együtt, ez volt a főpróba. De azt mondom, hogy tényleg a védelemmel én meg voltam elégedve, nem voltak olyan kirívó hibák, vagy egyéni hibákra gondolok. Patriknak is voltak nagy védései, nyilvánvaló, hogy van mit javítani, meg csiszolni. Ott már akkor a nyomás alatt voltunk, hogy ott eltolódtunk egy kicsit, meg lemaradtunk az emberről, sajnos 2 ilyen gólt nem szabadna kapni. Nem, inkább nem a védelemre írom ezt, hanem itt inkább a középpályán voltunk már nagyon lukasak, és lemaradtunk már ott, nem értünk oda, amivel ezt megelőzhettük volna. Lesznek még azért mérkőzések, azt hiszem, hogy fel a fejjel. Következik egy újabb találkozó idegenben, aztán ismét hazai pályán. Mit vársz a következő 2 mérkőzéstől? Hát mindig győzelmi reményekkel menjünk mindenhova, másképp nem is érdemes. Hát most megyünk Kecerre, ugye egy fontos szomszédvári rangadó, presztízs mérkőzés. Azért itt erre az első félidőre azt gondolom, hogy lehet alapozni, itt azért még kell kijavítani egy-két dolgot, és akkor remélhetőleg ezen most túl kell esni, túl kell lépni ezen a mérkőzésen, el kell felejteni, és akkor tiszta fejjel, egy új lendülettel, és van még hátra jó pár mérkőzés, meg kell próbálni minél több pontot szerezni, hogy első 6 hely közül odaérünk, amit kitűzünk célul. Következő találkozó már esetleg a füves pályán lesz, hiszen azt beszéltük a mérkőzés előtt, hogy a pálya kímélése miatt a mai találkozót ugye a műfüves játéktéren rendeztétek. Hát igen, itt a műfüves pályát ebben az időszakban még ez ideálisabb, ugye még a vegetáció még nem indult meg a növekedésbe itt a füvön. Nem egy olcsó pálya volt ez, vigyázzunk rá, próbáljuk óvni, amikor lehet.
meg is lehet nézni majd, mikor gyönyörűen kizöldel majd a fő, és fő vannak rakva a kapuk, és kilátogatnak a nézők, hogy milyen gyönyörű. Mindenhol ezt mondják, minden csapatok idejön. Ezt azért egy mérkőzésére ezt fölösleges lenne olyan állapotba hozni, hogy utána toltozgassuk, foltozgassuk. Tehát ilyen időszajárásban pedig ez a másik pályán, a műfőes teljesen megfelel, ezen is lehet futballozni, úgyhogy körülmények adottak. A csapatnak is kell majd későbbiekben pontokat hozni, és akkor erre áll a rend. Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika, amelynek legfrissebb számát a szokott időben, jövő héten, kedden este 7 órakor láthatják, de tartsanak velünk továbbra is, hogyha tehetik, hiszen már is jövünk a Zsolt Vadkerti magazinnal.